kiosztották semjént a Franciaországban élő magyarok a Notre Dame szakértéséért. Több Franciaországban élő magyar értelmiségi aláírásával közölt nyílt levelet a Népszava. Akiknél Semjén Zsolt gyalázkodó víziói verték ki a biztosítékot. A KDNP elnöke többek között arról beszélt, hogy a lángokba borult Notre Dame annak az apokaliptikus értékvesztésnek a szimbóluma, melyen a saját magát megtagadott Franciaország ment át. A levél aláírói Karinti Judit műfordító, Kende Péter politikai elemző, az MTA külső tagja, Márton László író, Nagy Pál író, Vető Miklós filozófus, az MTA külső tagja és dr. Wiener Pál pszichiáter megjegyzik. A Notre Dame székesegyházat ért katasztrófára a francia közvélemény példátlan egységgel reagált. Semjén Zsolt mondataira az alábbit írták. Mi Franciaországban élő magyar értelmiségiek. Nem találunk elég erős szavakat ennek a gyalázkodásnak a visszautasítására. Ennek az országnak, amely 63 évvel ezelőtt feltétel nélkül befogadott bennünket. Lehetővé tette, hogy befejezzük tanulmányainkat és, hogy választott pályánkon érvényesüljünk. Ha ma egyenlő polgárként élhetünk befogadó hazánkban. Éppen annak köszönhetjük, hogy Franciaország hű maradt történelméhez. Önmagához, a felvilágosodott humanizmus értékeihez. A miniszterelnök helyettes húsvétkor is megemlítette a Notre Dame-ot ért katasztrófát a Pár TV-ben, ahol többek között arról is magyarázott, hogy az egyház nem emberbaráti egyesület.